Szevasztok srácok, fiúk, lányok, én Krisztián vagyok, és itt a KS Gaming Room, azon belül is a Retro Section következő adása. Megpróbáljuk a mai nap folyamán befejezni a Need for Speed Undergroundot, mert már több hete húzom, halasztom, illetve a játék is szopott erőteljesen, kőkeményen. Úgyhogy ha minden igaz, akkor megpróbálok ma mindent beleadni és befejezni. Viszont a múltkor ott hagytuk abba a játékot, hogy... Hello, sziasztok! Szia Rami! Szia Jocsi! Na múltkor ott hagytuk abba a játékot, hogy volt egy hétkörös verseny, amit nem sikerült abszolválni, és még mindig az van. Úgyhogy ezt feladhatja nekünk a leckét. Meglátjuk, hogy fognak alakulni a dolgok. Mi a pálya? Hogy vagytok? Minden fasza? Na, de akkor nézzük is, hogy miről van szó, miből élünk. Hány meccsünk van még hátra? Hát nem sok. Nem sok. 103-nál vagyok. Én valami 10-12 meccsre emlékeztem, hogy hátra van még. Fáradtan. Köszönöm szépen, Rami. Fáradtan. Vége a bútyinak. Jocsi. Jó, szóval úgy emlékeztem, hogy még 10-12 meccsen van, de nem. De itt van ez a hétkörös verseny, ami miatt simán lehet 20-30 versenyem is hátra. Jó, hát melegítsünk be. Igaz? Hát easy, nincs mese. Meló volt is lesz, mész éjszakába is? Egészségetekre. Jó, hát az elsőt el fogjuk feszíteni, ez nem kérdés. Ez vitán felüláll. Jó, kikkel vagyunk? Van itt egy Honda. Van itt egy Mazda. Ha jól láttam. Meg egy Nissan 350Z. Valaki mondta, hogy mindenféleképpen váltsak kocsit a végén a 350Z-re, mert már csak a legvégén csak azzal lehet őket legyűrni, akár easy-n is. De a 350 az nagyon szar. Igaz, csak egyszer vezettem, de nekem nem jött be egyáltalán. És ez nagyon megy. Maximum energy! Nem megyünk. Jézus, miért fékeztél? Olyat, mint én. És nézzétek meg, hogy hol jár. Na most komolyan. Talán kezdődik. Apa kezdődik. Tessék, hol jár? Ez. Elcsúsztam a füstön. A füst csúszós. A ritfo... Most ezt megpróbálom megismételni ebbe a kanyarba, jó? Ezt a... Nem. Kanyarodik, látjátok? Na mindegy. Ez a két mozdulat érdekes volt, mert nem nyomtam kéziféket, és úgy kis siklott a segge neki, mintha kutya szarra léptem volna, és elvágódtam volna, mint a kakon. Érdekes bemelegítésnek. Jó, hát de ez még csak az első versenye. Mi nyugodtak vagyunk, kiegyensúlyozottak. Kipihentek, előfasztani azért, ezt nem vagyunk kipihentek, de... Felkészültem itt a gyűrődésre. Aztán lehet, ki tudja, két órát hosszat azzal fog eltelni a streambe, hogy ezt a pályát próbálom végigvinni. Az utolsó játékos nagyon le van maradva. Srácok, itt a füstön el lehet csúszni. Ha benne vagy a füstbe, a gumifüstbe, baszhatod. Jó, ez meg az én balfasságom, de hát ennyi kell. Ennyinek benne kell lennie. Moderátorom nincs esetleg? Hogy moderálja a külföldi nyelven beszélőket? Mármint a cirilbetűket használókat?
Egyébként azt vettem észre, YouTube-on is azt vettem észre, ilyen streameket, illetve videókat, hogy az Underground-dal az oroszok is nagyon szeretnek játszani meg, streamelni. Nagyon sok olyan videót találtam, ahol oroszok tolják ezt a gémet. Érdekes dolog. Nagyon rosszul azért nem megyünk, igaz? Valaki mondja már meg a frankot, aki hatalmas autóversenyző gírében áll. Így játékszinten. Azért olyan rosszul nem megyünk. Jó, a falkot, hogy technika az még mindig megvan, de nincsenek olyan vészes dolgok. Jó, hát ezt nem tudjuk megnyerni. Ezt nem. A múltkor viszont, jól emlékszem, majdnem sikerült. Viszont akkor volt valami az utolsó, hát nem az utolsó pályán van valami. Az utolsó 10-15 másodpercben történik valami közé csapódás. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a eredménye, viszont azt már látom, hogy az utolsó helyen lévő jön, mint a talajvíz. Nem lehet megállítani. Srácok, ez. Most itt kell mindenféleképpen váltani. Azt már tudom. Nem tudom, ki mondta a Nissan 350-ét. De annyira csúszik. Ennek jó tapadása van, kivéve amikor faszolja a játék velem szembe, és úgy gondolja, hogy most akkor tapadást elhagyjuk. Nem kell nekünk tapadás. Kidobjuk a seggét neki. Na, ki tudja, lehet az utolsó körben azt mondják, hogy na jó, hagyj jön előre. Vagy előzöm meg minket a szarba. Hát, basz. Nagyon belefékeztem. Kis akad. Határozottan frame-lokok vannak itt a füst mögött. Ezt ki kéne kapjam ezt a füstöt belőle. Majdnem a negyedik lettem. Majdnem a negyedik lettem. Mivel vannak ezek? RX7-es. Próbáljuk az RX7-est. Mit szóltok hozzá? Egy RX7-et megpróbálunk. Mi volt még itt? Az Honda S2000, ugye? Meg Skyline, meg egy 350Z. De az se igaz, a 350Z feljött mögém. Jó. 20 másodperc hátránnyal volt. 20 másodperccel. Yep. Na, az egyik ezzel tolja. Hol a Mazda MX-öt? RX-7. Stand wheel shop, left
Nézzük meg a Hondát. Nem az 5 forintért, de... Na megnézem az RX-7-et. Micsoda? Jóci, nem értem. Micsoda? Hello! Szevasz Gameboy, végre! Pont mondani akartam, hogy moderáld már azokat az embereket, akik... akik nem angol nyelven beszélnek, szóval szólíts fel őket, hogy angolul, vagy legalábbis ne cirill betűket használjanak, jó? Na, nem, határozottan nem a kérdésedre a válasz. Nem igaz, csak viccelek. Jó, mert nézem az RX-7-et. Legyen RX-7. Easy. Dali, neked állandóan szólni kell? 30 ember értesít téged, hogy stream van. Gameboy! Figyelj csak, mielőtt törölsz valakit, vagy valami bejegyzést törölsz elsőnek, írd neki chaten, jó? Hogy angolul írjon, és hogyha akkor sem akar, nem hajlandó, hát milyen nyelven? Angolul vagy magyarul? De ne cirill betűket használjon a felhasználó. Egy pillanat, srácok. Na. Egy csóró csávót is kibandoltad a szarba. Nem mindig, nem nyilván angolt használnám, mert vannak, akik beírtnak elsőnek cirillbe, és már nem egyszer volt az, hogy beírt a srác cirillbe, én mondtam neki, hogy angolul írjon be, és akkor egyből kiírta, hogy ok. Tetszik érteni? Jó? Szóval írd neki a chaten, légy szíves. That's alright, Mai. That's alright. Ja, mert nem kell egyből bandolni az embereket itt megállás nélkül. Hogyha valaki úgy viselkedik, hogy kicsit nem bír magával, akkor küld el egy 3 perces szünetre. Akkor nem tud írni igazából. Jó, akkor mivel vagyunk? Egy RX-7-tel. Megy az RX-7. Szó se róla, de a kanyarokat hogy veszik? Ez is elcsúszik a füstön. Jézus! 3-50 zék kicsúszik a picsába. Hú, basszus, ez nagyon ment. Hú, basszus, ezt most én kultam le, nem gondoltam, hogy... Erre nem számoltam. Miért megy ez gyorsabban, vagy miért érzem azt, hogy gyorsabban menne ez a kocsi, mint a Skyline? És érezhet, így nem merek a shortcuton menni, mert ott állandóan szokó. De ez miért csúszik ki így a kocsi egyébként? De most komolyan, srácok, nem kézi fékezek, hát nem szabadna így kicsúsznia. 350. Jó, hát még csak a második kör. Még csak a második kör.
Megjött Gameboys, kipusztított mindenkit a chatről. Egyből. Nem semmi vagy, barátom. Mi? Fasz fel. Baszki. Kösz! Megtolt. Én ezt jót elővertem azt az osztopot. Jó, hát úgy néz ki, hogy a minikomputerem nem bírja már az Undergroundot. Úgy, mint a kezdetek kezdetén, mert döcög. Nézd a köcsögöt. De nézd egy köcsögöt, na! És ő jön ki jobban ebből az ütközésből, nem én. Egyenesen. Ezen essünk túl. Ha ez megvan, utána már faszább lesz a City, igaz? Akkor nem lesznek ilyen hétkörös versenyek. Jó, hát utána is lehet még szokni keményen, igaz? Ezt tudjuk jól. De nem hétkörön keresztül. Kell a shortcut, nincs mese. Visszacsapódok a falhoz, az katya lett volna. Megtolt? Nem én mentem neki, megtolt hátulról. A kőshuszár. A kurva anyád, de most ez nem jajam akar rólam leszállni, na, ez a buzeráns. Hát takarodjál már innen. Na, menj előre, azt ott baszakodjál velük, ne velem. Nem elég, hogy a harmadik helyen vagyok, még ez is szopat. Na ebből mi lesz, srácok? Buk fent. De most... Na, a kérdéseket nem is teszek fel. Kezdődik. Mennyi a sokatonna? Bukfencet hány a kocsid? Jézusom! Tessék, kettőből eddig egy. Mérlek. Ó, le kell vegyem ezt a faszonos istöt, mert nagyon zavaró a frame drop. És már az utolsó kör jön? De gyorsan elment. Hát igen, hogyha jól mulat az ember. A fasz mulat jól az ember. Nézd meg, hogy megy, baszott, hát ilyen nincsen. Nézd meg az is, de most srácok, komolyan, most nézzétek meg, hogy megy. És én sem vettem ezeket a kanyarokat most egyáltalán rosszul. Határozottan nem vettem rosszul. Hát ez meg már gatya így.
Go ahead, Blogo, please, if you can use English. Blogo. Block 6. Go ahead, Block 6. Yeah, if you can. Alright then. Na, srácok, ötletet valaki adjon már. Azért ezt láttátok ti is, nem? Hogy hogy itt a végén ment a játék, nem voltak ilyen akkor nagy csapódások, ütközések, és baszhattam. Jó, hát próbáljuk akkor egy másik autót. 3-50 zével megpróbálom végigszokni a faszt. Végigszokni a faszt? Nem ilyen kifejezéseket kéne használni, igaz? Na mindegy. Hát akkor a 350Z. Legyen a 350Z, de... Ez úgy fog csúszni! Bent van minden. Hármas. 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 Hát ez ki van maxolva, baszod? Gyilok. Hello, Zsejbaba, mi a pálya? Hogy vagy? A bocsánat, Zsebtigris. Minden okés? Na, 350Z. Első vagyok. Voltam. Jézus Máriám! Ez most vagy megtoltak, vagy a kocsi csúszott így. Nem tudom. Na hát már kb. Egy 25 perce megy a stream, igaz? De legalábbis ez a pálya. Jó, igazából 10 különböző pálya van ezen a, ebben a játék. Így a szarjók, a Krisztián. Nagyon szar. Nem elég az, hogy a játék szóval még én is béna vagyok. Na jó van. Hát igazából tök mindegy, mert még van 6 kő. Én nem tudom, srácok, de ennek a 3-5-en azért nagyon szar a gyorsulása, vagy olyan lombának érzem. Ez mi? Mi? Jó, hát nem baj, van még kör. Jó, srácok, nem néz a 3-5-en. Én már most félek a Need for Speed Payback-től. Sokat inkább ezt se nézzük. Valahol itt ugrattam a... Jézus! Thank you.
Nem érzem azt, hogy lenne esélyem is. Egyáltalán nem érzem, hogy lenne esélyem. Ráadásul ezek a frame dropok is kinyírnak keményen. Nagyon csúnyán kinyír ez a frame drop. Most hárman tolják a pofámba a füstöt. Mi történt, srácok? Mi történt? Egy pillanatra megakadt a rendszer? Jó, hát ennyi volt igazából. Már mennek is inkább, úgy vannak vele, hogy jó, hát megnéztük itt vagy Krisztián. Inkább mennénk, nem bánok. Hát én meg bánnám, úgyhogy inkább próbálok a segednek maradni, de hát itt jön az Erik szét, és már meg is előzött, hogy teljes legyen a kép. Hogy ne érezzem annyira esélytelennek ezt a mérkőzést. Még a harmadik is megelőzött. De látjátok, srácok, már ez volt a második kör, amikor azt látom, hogy egy kocsi, az előttem lévő kocsi bevenni azt a kanyart, és fönnakad az oszlomba, vagy a textúrába, mindegy. És nem bírom azt a kocsit megelőzni. Hiába akadt fönt a textúrán. Ha én akadok föl így a textúrán, hát tripla szaltót hányok. Hát itt olimpiai bajnok lenne a kocsi. Aranyérmes. Olyan talajtornát vágna le itt. Ezeknek meg semmi. És kétszer. Na mindegy. Itt ennél a kanyarnál láttam felakadni kétszer. Nitrót is fölöslegesnek érzem. Aránylag jó, megyek mindig ilyen 2-3 másodpercet tudom őket meg, megközelíteni. Mese. Utolsónak kell lenni, nincs választás. Itt nincs választás nekem. Ez itt már bukta. Ez bukta, srácok. Ez szilvás bukta. Ez szilvás bukta. Szevasz Gábor, mi a pálya? Hogy vagy? Ott leszek, Gameboy, ne izgulj! Hallod? Már megvettem a repülőjegyet, ott leszek. Hol? Hol kell ott lennem? Ja, szia Henny! Hát most látom, hogy írsz. Bocsánat, nem néztem vissza a chatet. Elnézést, akinek nem köszöntem. Ja, itt már mennek a nagy Overwatch kockulások. Na, Gábor, ha itt vagy még, akkor mondjad már, milyen kocsival legyek, légy szíves, meg hogy lehetne ezt a versenyt megnyerni? Hogy srácok, ötletek, hogy szerintetek mi lehet a probléma, ha? Az én játékom mennyire szar? Egyébként szerintem visszamegyek az RX7-re.
Az NX7-tel éreztem azt, hogy ez jó lesz. Akkor van a szopás. Akkor nem te írtad a 350Z-t. Valaki más írta a 350Z-t. De igen, nekem sem tetszett egyébként a 350Z. Nagyon lomhának tűnt. Most az NX7-re váltottam. Az előbb nem volt rossz, de hát akkor sem voltam valami hatékony, de hatékonyabb, mint... Hatékonyabb voltam, mint általában. Eltűnt az arcom, srácok. Ezt kapcsolom. Akura. Hallom, nekem nincs is akura benne. Ez a RSX van. De van más akura is, nem? Az RSX-re gondolsz? Na jó, figyelj csak, teszek még egy... Szerintem az akura ez gyengébb, ez az... Én úgy tudom, ez az akura ez gyengébb. Mert... én úgy tudom, ez például csak ötsebességes. És a... Múltkorában is az volt egyik fő probléma, hogy akurával mentem, és az már akkor lassabb volt, mint a többi kocsi. Na jó, adjunk az akurának is akkor egy esélyt. De szerintem ez nagyon tré lesz. Látszik is. Na mindegy. És lentebb veszem, srácok, a grafikát. Akármennyire cink is, de lentebb kell vegyem. Mert... frame drop van. Ez már lentebb is volt véve. Ez a motion blur off. És lentebb is van véve már. Car shadow, vertical. Animated texture. Jó, így. Go underground, price map, and hagyd szóljon. A mérföld per órát? Nem akarom átállítani, mert nekem így jó. Direkt van beállítva úgy. Mivel tudod, Gábor? Fogadjunk NBA. Vagy Sniper Elite. Na, tessék, akurával egyből első vagyok, srácok. Nincs mese, győzni kell. Na, a World Duke-ot lentebb vettem, és... határozottan. Wow! Tessék! Ez lecsúszott az ívről, srácok. Ez lecsúszott egyszerűen az ívről. Ez nem... ez kicsúszott. Eddig tartott az első hely. Most nagyon szopás. Két körön keresztül. Ez megint kifogta a sarkot. Én úgy láttam. Kéziféket nem ismerek használni, mert... biztos, hogy szétcsúszkálnak az egész jármű.
Azt. Kösz. Jézusom, hogy úgy veszik a kanyart. Szerintem nem is fékeznek. Csak dísznek van nekik a fék. Nem tudom, de az előzőleg jobban mentem, úgy érzem. Mint most. Kezd el elveszíteni a türelmemet. Nem. Visszabegyek az RX7-re. Nem. Nincs más ötletem. Még a Honda, hát nem próbáltam. Igazából nem vesztek vele semmit sem. Hogy szóljon. Próbálj meg a Suprát. Ez nem a Supra, ha jól tudom. Lehet, hogy az autó. A kurva anyádat, te köcsög! Faszfej. Igazából, srácok, az is probléma, hogy valahányszor én kocsit váltok, én azért... Jó, ezt leraktam ezt az autót, ez ennyi volt. Supra! Szóval valahányszor autót váltok, az pénzbe kerül nekem. Toyota Supra? Legyen a Toyota Supra. Nézzük a Suprát! Srácok, Junkratnak lesz valami skinje? A Heroes of Stormban láttam, hogy ott is lesznek skinek, és ott láttam egy Junkrat skint, ami brutálisan jól néz ki. Ilyen Devil vagy Evil skinje lesz neki. Nagyon faszán néz ki. Remélem azt áthozzák Overwatchba is. Vagy legalábbis onnan merítették ezt az ötletet. És az nekem kell mindenféleképpen. Na nézzük a Toyota Suprát, mit ad elő. Baszod. Itt meg kellett álljak, hogy bevegyem a kanyart, hogy beforduljon. Úristen, srácok. Ez tré. Jön a tré. Nein, danke. Get faster, baby.
Ezzel a Hondával csapatják még egyébként. Jó, nem szorakodunk most már. Hol vagy Mazda? Mazda? Elég szét. És a hardon mennék? Lehet az az easy. Lehet, hogy a Subaru? Te mivel nyerted meg? Srácok, a Dark Souls-al nem szarakodtam ennyit. A Dark Souls-al. A Dark Souls 3-mal nem szarakodtam ennyit, mint ezzel a játékkal. Azért szerintem elmond valamit. És a Dark Souls 3-t azt élveztem. Jó, ott is voltak kemény pillanatok az életemben. De azt élveztem. Az indokoltam volt olyan. De itt egy Need for Speed Underground-ról beszélünk. És nem is szimulátor játék, tegyük hozzá, nem is szimulátor. Mert még a szimulátor lenne, akkor az ember azt mondja, hogy jó. Jó, nem voltál olyan jó. Érthető. De ez egy arcade típusú. Azt a nézd a faszfej, nem bírja meg át. Nem elég, hogy én is bénázok, de amikor itt van a seggem, akkor még ők is tolják a fost. Nézd a kocsi. Hát ez, ezt nem hiszem el, srácok, de ez most komoly, ezt most nem hiszem el. De... Fogja a kocsi! És lecsúszik az ívről. Nem marad az ívvel, lecsúszik. Az meg megtol keresztbe áll a kurva anyádot akkor. Ha jól hallottam. Ha legyek már ezen túl. Na. A fasz ki van már, de komolyan. Az a baj, ez még csak a harmadik kör. Hiába vagyok első. Baszhatom. Egy rosszal, egy kisebb hibát elkövetek. Ez gatya. Aj, hogy ütközni az oszlopnak. Nem fogod ütközni semminek sem. Jó, hát akkor max én tudom le, igaz? Srácok, ki látta a... Star Wars új trailerét, a Last Jedi trailert. Király volt nagyon. Szerintem. Tegnap már a rendező írta, hogy még a trailer megjelenése előtt, hogy csak óvatosan a trailerrel, mert enyhén spoileres. Én megnéztem, de szerintem inkább ilyen kezd csináló, hogy elgondolkodtat, most ez vajon ott mi lesz, meg hogy lesz, most tényleg az fog történni, mi az, hogy hatodik vagyok. Az erő velem van, srácok, a Star Wars-ról beszélek, azt egyből az erő velem van. Ennyi. Na mindegy, és ma megjelent az új Star Wars, és Magyarországon a Cinema City-nek az online oldala nem bírta a jegyvásárlás. Lefagyott a rendszer, annyian mentek föl, lefagyott a rendszer. Ami igazából szerintem a Cinema City-nek a szégyene. Egy ilyen dologra azért fel kéne, hogy készüljenek, nem? Bedobnak ilyen premier filmeket, hogy a Star Wars, hát mire számítanak? És megadta a rendszer, megadta a rendszer magát. Ezt nagyon rosszul vettük be, igaz, Krisztián? Igen. Jaj, ne! 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 Ha, na ez,
Ez fatális hiba volt, srácok. És elpusztítottam az egész titkómat. Ez baszhatom. Ez Krisztián király voltál. Ki kéne ütni? Megyek utána, ki kell ütni, ki kell ütni, nincs mese, srácok. Ki kell üssem. De ők jönnek ki jobban sokszor. Nem vesztette az egyensúlyát? Nem vesztette az egyensúlyát. Nagyon belefékezett. Ez az. A kurva anyád! Na most gyere! Nem! Nem! Haj, tudtam, hogy megcsúszk a kocsi. Aaaa, ne! Basz, mert hát pedig kilöktem a szarba. Elnyomtam az egész titkómat. Last chance. Vedd be, vedd be! Ez az. Gyerünk, gyerünk, ez. 1.80. Ez jó. Itt csúsztam meg az előbb is. De nézd, hogy megy, bassza meg, hát én is jól megyek. Hát esélyt nem ad, hát ezt nem hiszem el. Hát... 1.8-1.8-on volt. És utána mentem normálisan végig utána. Jó ez a második hely is? Mire? Ez mire jó második hely, ha? Elrendentő példának jó. Gábor, én is kinyomjam, hogy fölbaszott? Ez a szar. Anyád. Rakadtam volna egy countert. És akkor számláltam volna nekem, hogy hányszor kezdem újra ezt a pályát. Nem? Simán. Ezt ha megnyerem, ez felér annyira, mintha megnyertem volna az egész versenyt. Mármint, hogy kiakasztottam volna a játékot. Annyival simán felér. Nézd meg a köcsögöt, nézd meg! De fölakadt. Remélem a másik is fölakad. Az a baj, hogy ez még csak a második kör. Szépen ráfókuszálok a játékra, és nem pofázok annyit. Akkor nem lehet baj. Dehogy nem lehet baj. Hogy ne lehetne baj? Pont ez a lényeg, hogy akkor is lehet baj, hogyha ráfókuszálok a játékra. Mert vannak benne olyan apró fasságok, mint például, hogy kanyarbevételi csak úgy elveszíti a tapadását az autó.
teljesen indokolatlanul. Szóval fókusz és szerencse kérdése az egész. Jó, és most legyen vége az egésznek. És itt van és egyre közelebb jön. Why? Warum? What's the reason? Láttátok? Meg lett volna. Fogta és szépen arrébb rakta az autót, abba a kanyarba. Telibe. Gyűlölöm ezt a játékot. Teljes szívemből gyűlölöm ezt a játékot. Mert ha végig az én fasságom lenne tényleg az, hogy én bénázok. Mert ugye az is benne van, láthatóan, hogy én is elbénázok egy-két kanyar, három kanyar, például most így. Csak a játék még rátesz erre három lapáttal. Nem basszatom az egészet. Itt meg már nem fogja hagyni, hogy megelőzzem. Itt ha 100%-osan vennék be minden kanyart, akkor sem engedni, hogy megelőzzem. Itt nincs mese. És a másik is itt van a nyakamon. Szevasz Máté Gábor, mi a pálya? Azaz Máté. Henny, légy szíves, látod, hogy 100%-on pörgök,
hótideg vagyok, légy szíves, ne hergelj már engemet itt a cseten, jó? Hogyha megkérhetlek, köszönöm szépen. Köszi, Jocsi, hogy itt voltál, további szép estét neked. Legközelebb találkozunk. Ja, nem. Nem kell. Na, na, most egy ugratást. Nem? Nem. Takarodjatok! Egyszerűen nem lehet a közelébe férkőzni annak a kocsinak, srác. Egyszerűen nem lehet. Nem. Ha ők ott vannak elől, akkor ott vannak elől. Tessék, nézd meg. Nem. Itt nincs mese. Itt a játék dönti el, hogy mennyire enged téged előre, vagy mennyire nem enged előre. Tessék. 2-3 kör meccsel ezelőtt a játék tökre engedékeny volt, mert itt voltak a számba. Most nem. Most 2-3 másodperc az átlagos távolság, és ebből nem fog engedni. Ebből nem enged egyszerűen. Nézd meg. Nem. Földhöz verhetem magamat. Szétverhetek itt akármit, nem fog beengedni, nem fog odaengedni engem az első pozícióba. Na. Easy nem fogod engedni. Úgy van vele, a kurva anyádat. De most itt maradsz. És... megelőz mindjárt másik autó is, figyeljétek. Figyeljetek. És jön a kocsi balról. Jön a kocsi balról. És egy hibátlan szakasz vittem végig. Szinte hibátlan szakasz vittem végig. És a kocsi jön balról és előz. Az meg a halál picsájában van már. Fogod engedni az asztalhoz. Ez nem enged oda. Többet érnék azzal, hogy újra kezdeném a játékot. Nem kezdtem egy csak. Nem, nézzek meg. 3 másodperc, tessék. 2,5 És a harmadik helyen lévő az ott van a segítenben. Nem jött össze, tessék. És most már nem az, hogy az elsőt, a másodikat sem fogom tudni megelőzni, figyeljétek meg. Hiába tolom a jó köröket. Na. Ez,
valakinek szerencse, ezt úgy hívják, hogy szerencse. De nem probléma, mert amelyik az utolsó helyen volt... Cristiano. Ezt jól bevetted. Mindegy, ez bukott az egész. Nem tudom. Nem tudom, srácok. Egy órája megy. Hát szúszá. Gameboy. Nem, egyszerűen ezt nem értem. Nem. Nem értem. Tessék, elengedett a játék. Egy másodperc, több mint egy másodperces előnyöm volt az előbb. És amikor ő úgy akarja, akkor szépen megelőz engem. Itt nem ér rajtam múlik sok dolog. Rengeteg dolog nem ér rajtam múlik. Meglátta. Ezt volt egy neki hajtott az a pallak. De akkor hajtson neki mind a három a kurva anyját, na, ne csak az az egy. Faszom, hát ezzel nem vagyok kisegítve. Hajtson neki mind a három. De hát tök mindegy, hogy így neki hajt vagy nem. A harmadik kör, a negyedik körben ott lesz a seggembe is, figyeljetek el. Nézd meg. Most ez egy rossz kanyarbevétel volt, srácok, de most komolyan. És azzal a Hondával eljött mellettem. És csak megy. Na. Na. A részen előzött meg olyan szekcióba, amit jól abszolváltam. És megelőzött. Nincs ott, hát hiába tartalékolom. Hát hiába nyomom rá a végén. Nyugi. Tehát. Ez srácok, ez már most bukta, már mondom nektek előre, ha csak nem most ütközik. Tehát nem ütközik, simán abszolvált a sorkatot. Úristen. Srácok, elmegyek szerintem egy szünetre, hogy a Gábor is mondja. Mert... Ez egyszerűen nem megy. Ez egyszerűen most nem megy. Annak sincs értelme, hogy itt dühöngök és szétverek mindent, mert most legszívesebben szétbasznék mindent a picsába. De nincs értelme. Már dühöngtem.
Tudjátok, mi lesz? Úgy lesz a játéknak vége, hogy fogom az underground lemezeket, és itt fogom, és így live-ba fogom, széttöröm a gecibe. Fogom, és ripityára töröm a lemezt. És ki van akasztva a játék. Nem? Nem? Na jó van, srácok, 5 perc és jövök. Addig menjetek el ti is pisilni, kakilni, meg ilyesmi. Na, visszatértem, újra itt vagyok. Benézek már a sima garázsba, ami az undergroundon kívül van, hogy ott milyen autók vannak egyébként. Jó, hát itt menteni nem éri meg, mert nincs csak. Customized ride. Hogy itt van-e esetlegesen valami más autó?
hó, ami nekem amott nem elérhető. Nem tudom. Úgy látszik, hogy itt is ugyanazok vannak. Igaz? Ja, ugyanazok vannak itt is. Határozottan nem. Határozottan nem. Ezt nem próbál. Ezt nem próbáltam még, igaz? Szerintem ezt még nem próbáltam. Ezt a Honda S200-ast. Skyline. Ez... mintha gyorsabban megyek. Nézzük a Skyline-t, ezzel is sokáig voltam egyébként a Skyline-nal. És ezt tetszett, mert meg fasza volt a tapadása. Milyen event? Jézusom, mit hagysz a izé miatt? Overwatch miatt? Haver, hát az event az meddig tart? Sokáig, nem? Aksa, köszönjük, itt voltál Gameboy, további jó szórakozást. Na. Hatalmas ez a Skyline, srácok. Nagyon téglás. Meglátjuk a kanyarokban, milyen lesz. Raklap B30-as, befigyel. Nem. Már most mondom, hogy nem. Az S2000-es megnézem ezután. Nem tudok mit csinálni, srácok. Egyszerűen nem tudok mit csinálni, nem jut jobb az eszembe. Hogy mi az, amivel egy minimálisabb előnyre tehetnék szert. Ezzel biztos, hogy nem úgy így megyek, de... nem tetszik. Egyáltalán nem tetszik. Ja, hogy live-olni fogsz? Ahogy gondolod? Jó. Szinte egy még gyengébbnek néz ki. Nem érdekel. Na. Valami recsent, azt hallottuk. Bal oldalt. Még egy kocsi recsent. Jól hallottam. 1.44, vagy 1.40, bocsánat. Kanyar. Veszi. Bassza meg. Ez közel volt. Ha megörültem, hogy azért vannak annyira messze, mert én melyek annyira jó, hát szerintem nem. Ezt meg én... Na ezt én basztam ezt a kanyarvelőtelt. Ez 100%-os volt, az érkezem van benne meg ebbe is. Jó, megy a kocsi. Rá kell érezni. Csak fékeztem. De...
Jézusom, mint az állatok! Egyébként hogy mondtuk ezeket a sebességet? Tehát fékezni kell, hogy bevegyem azt a kanyart, nem? És ha fékezek, akkor rögtön egy másodperc elmények eszed. Bazd meg! A türelmemet, a mindent elveszítettem, a motivációmat, mindent. Azért nem próbálkozok innenstől már tovább, mert nincs értelme. Ha így megtolnak, vagy egy ilyen ütközés végrehajtok, egyszerűen nem ad esélyt a játék nekem, hogy javítani tudjak. Nem, ez a kocsi sokkal jobb, mint az RX-7. Nem. Akkor már inkább az RX-7, úgyhogy tök mindegy. Itt vagyok 8 meccsre, 8 mérkőzésre, hogy kiakasztjam a játékot. Nem. Nem engedi. Köszönjük, hogy itt voltál, Henny. További szép éjszakát. Ezt láttátok? Ezt láttátok? Tessék. Na, most csináljak valamit. Most mi a fasz csináljak? Na, 7 másodperces hátrányom van. Így, már az elején. Jézusom, ez... frame drop is van. Jó, ne, ne. De miért ilyen... De most komolyan most nem elég az, hogy a játék is faszfej, de még az ellenfelek is faszfejek velem. Nem elég az, hogy én is azért bénázok, de még a ellenfelek is szopatnak. Na most megérkeztem ide a második helyre. Körülbelül 3 másodperces előnye van a kollégának előttem. Nem fogom megelőzni. Nem. Nem. Nem azért nem akarom, mert akárhogy én megyek, nem fogom tudni megelőzni. Hú, bazd meg. Így meg aztán ugye főleg nem fogom megelőzni. Hát ilyen hibák után meg aztán... nem várok semmit sem.
ezek után nem várok semmit. Odaenged a játék a kollégához. De nem enged, hogy megelőzzem. Nem. Hogyha engedné, hogy megelőzzem, akkor ezeken a részeken, ahol faszán jövök, akkor ott hoznom kéne rajta, igaz? De nem. 3 másodperc. Úgy erre még rájön az én bénázásom. Jó, ez most egy dolog, hogy itt a seggébe, de én most fékezek, ő fék nélkül veszi be a belső sávot, és körbeautózza azt az évet. Én lecsúszok az ívről, a Honda meg faszán belőlem. Volt. Ez mind easy. Ez mind szájbebaszott easy. Hiába mennek a jó körök, mint a jó részek. Nem, nem mehet. Itt tudom, itt faszám, mert be tudom őket hozni, viszont én belelépek a fékbe, hát mert fék ez a kő. Ezt én most szarul basztam, vagy ezt én elbasztam most. Ez után felüláll. Nem, srácok. 6. kör van. Nem. Egyetlen esély itt már csak az, ha ők ott most valamit csinálnak, be akarnak, föl akarnak a sortatón, vagy egymás szétcsapják. De nem fogja játék engedni megelőzni őket. Határozottan nem fogja. Szevasz Gyulus, mi a pálya? Menjek hardon egy kört? Kicsoda, kisebb kanyarokba, ahol fékezel, milyen mondod, kicsit lökés ebben a mikróval. A frankót mondom, szerintem a nitrónak nem sok értelme van, főleg ilyen kis lökésekben, azaz nem láttam értelmét nagyon neki. Talán amikor abban igazad van, hogy amikor vannak ilyen élesebb kanyarok, amit alapvetően rosszabbul veszek be, ott egy kis nitró mindig mehetne. Egy pici. De nézzük meg egy hardot. Értem, hogy mondod, vágom. Meg lehet próbálni, nézzük meg a hardot egyébként. Lehet fel van egyébként cserélve a szit, nem? Hogy az easy, a hardnak az easy. Continue. Yep. Az autót nem cserélem le, mert ezt megszoktam. És amazokkal sem voltam hatékonyabb, igaz?
A race map, hát nézzük meg a hardot, nem? Utána megnézzük a médiumot. Jézusom. Bebaszna. Gábor, szerinted ez így normális, hogy így megy a játék? Vagy akárki, aki itt van most is néz. Szerintetek ez így normális, hogy így megy a játék easy? Nem azért van az easy fokozat, hogy könnyebben lehessen? Jó Isten, most nézzétek. Tök mindegy, hogy milyen a performance-od. Tök mindegy, hogy milyen, mi van a kocsit alatt. Itt lehet 800 lóerő. Ez lehet 1000 lovas ez a RX-ét. Az 500 lovas Honda akkor is ezt betolná. Figyeljetek nekem, mi a fasz? Jaj, kapom a hátulról az áldást is. Jó, van. Bocsánat, tudtam. Na. Egy közepes méretű hiba, után 4 másodperce vannak előttem hádon. Három másodperc igazából. Három. Ízni is kb. Ilyen volt a szitu. Első hagyott. Ne szokassál már. Ó, de csak az második kör, Krisztián. Minek örülsz, jön a fogad, ha? Hát ez csak a második kör. Ó, hát itt még olyanok lesznek, hogy... Gatya, meg hát ugye az én bénázásom is. És akkor... Itt mondjuk egy nitró. Hú, tolja nagyon a seggemet. Shortcut-on nem megyünk, igaz? Legalább visszatölteni a nitró, mert akkor a kisebb ilyen elbaszott kanyarokat nitróval tudnám helyettesíteni, mármint az ott vesztett időt. Késő volt a fékezés. Köszönjük szépen, ennyi volt, srácok. A kurva anyád, hova mész annyira? Hova sietsz? Micsoda? Hogy micsoda? 4.53 volt, kiírva? Jó, hát az... Faragják az elég szépen lefele. Nincs mese. Jönnek, mint a talajvízú. 3 kör van mégis, már csak 2 másodperc. 1.79 a négyiző. Hát... Boldog voltam. Egy pillanatra. Úgy éreztem, hogy... The world is mine! Nem. Tessék, srácok. A hátfokozat. Ez a hát. Izomból kajakra belém vágódtak. Egyébként easy, ennyiszer nem voltam első. Mármint körönkénti elsőségről beszélek. Soha nem voltam ennyiszer easy első. Ezt gondolom ti is vágjátok. Faszfélt, hogy le kéne így építsem. Gyere be, volt közelebb hozzám. Én szoktam be. Ki akartam lökni. Kicsúsztam.
ne, Léci, ne, ne, ne. De jó a frame drop, imádjuk. Csak egy pici hibát ejtsen már, légy szíves, egy picit. Egy picit, nagyon szaggat a játék, bassza meg. Mi a szar van, Jézusom. Srácok, ez nagyon szaggat most nekem. Még nyomnám a nitrót, nitrummal a kanyarba. Jó, ezt elbasztam. Beszaggatott a játék, srácok. Szaggat a játék valami. Hát igen. Hiába voltam 3-4 körön keresztül első. Ez egy 7 körös futam, és szaggat a játék, fullba, srácok. Ez most mi a kurva anyád, de most komolyan. Körülbelül 15 FPS-sel jó, ha megy a játék. Sokat is mondtam szerintem. És beakad. Hát ez lett volna. Igen, én is úgy éreztem, hogy a hardon valahogy más volt a szituáció. De szana szétszaggatta a játékot valami. Na jó, megnézem még médiumon. És hogyha nem fog sikerülni, akkor hát ott bassza meg. Nem fogok vele szarakodni többet. Nem érdekel egyáltalán. Kár volt rámenni arra a faszfejre. Jó, hát legyen egy médium akkor. Megnézzük, hogy médiumon mi a szitu. Ott basztam el, hogy megpróbáltam kilöpni. És ki elmentem mellette, neki csapottam a falnak már, mint értitek. Na, most jó. Ez az előbb a játék vége, brutális volt az izé, hogy szaggatott. Beszopta. Viszont a másik az jön, mint a talajvíz. Tudjátok, hogy jön ide mellém, megpróbálom letaszítani valahogy. Ez lent, ezt elkaptam. Igaz? Ez meglett. Hát de csak a második körben vagyunk, ez itt nagyobb probléma. Hát 3 másodpercet. Hogy a viharban ne hoznánk vissza? Főleg, ha én így veszem a kanyarokat, igaz?
Basta! Borzasztó gyorsan veszik be ezeket az éles kanyarokat, amiket én nem bírok. Akár itt ezt is. Ezt megcsúszott, srácok. De jó, meg vagyok még. Mit szólnoz már kanyarba? Hogy lehet ez a faszfej tort meg hátulról? Azért volt ez a megcsúszás az előbb, mert ő is előzött meg engem igazából. Van benne valami, igaz? Most is például. Nem bírnak a vérükkel. Médiumon se. Tessék, négyszer voltam eddig első, srácok. A nyakam kimerett örökre. És most már jön a stressz. Azt láttátok? Úristen! Jó, Krisztán, most befogtam se? Befog. Keresztbe állt az autó! Keresztbe állt a kurva anyádat! Jézus! Keresztbe állt! Ez az! Geci! Ez az! Na! Jézus! Ez az! Mennyi? Faszom, 1 óra 55 perc! Úristen! Baszki, médiumon, nem ízin! Aszta! Két óra! Csak 2! De figyelted! Átmentem easy-ről hard-ra. Ott azért már tök faszán megy minden. Lementem médiumra, puff elsőre. És nem mondanám azt, hogy sokkal jobban mentem, mert ilyen szinten mentem más meccsek alatt is. Hát minimum igen. Hát ennyi szopás után? Hát ez non-stop szopás volt. Azt a kutya pályán. Jézusom! Na! Ha most már ezzel így meg vagyunk, mennyi az idő?
Még egy fél óra, 20 percet maradok, és utána... Nem hiszitek el az előbb már, hogy azért fújtattam, mert így vert a szívem. A vérnyomás adrenalin pumpált. És médiumon. A kurva anyátokat, a hétkörös kurva anyátokat. Aztat. És mentünk. Jap. Jap. Ne viccelődj már, Gyulus, miről beszélsz? Lesz kicsit necces? Az is ilyen 600 körös? De ne, igazából neked volt igazad. Hogy mondtad, hogy menjek föl, próbáljuk ki a hard módot. És ízről fölpakoltam egyből hardra. Akkor jobban is menne, vagy 3-4 körön keresztül vezettem. És most meg... szinte minden kört megnyertem, talán egyet nem. De mindegy, Gábor, százszor mentem körbe, ez igaz, de láttad, hogy ízim mi a fasz volt. Hát ezt mondom én is, csaló szar játék. Na, akkor ebbe egyet értünk. A kurva anyját neki. Jézusom. Köszönöm szépen a tanácsot. Ez király volt. Akkor mi is van? Drift? Azt tudom már, hogy kell driftelni. Annyi körversenyt csináltam. Ide egy másik autó kellene, igaz, srácok? Mi kell ide? Legyen ez a kis többszli autó. Alright. Legyen médium. A 206? A 206 helyett már mentünk szerintem valamelyik Toyotával, vagy Hondával. Nem tudom melyikkel, és valamelyik nagyon faszán adt elő. Szerintem nem ez volt az. Jó, most azért... Oké, most már technika. Most nem a... Jó, médiumon megyünk. Ajajajaj, srácok. Jó, erre most vissza kell rázódni. Megmondom a frankót. Ez nagyon béna vagyok most. Á. Jó, nyugi. Bocsi srácok, ez most nagyon jó, kell a izé. Néhány driftet toljak itt, hogy... Na, simán meg lett volna egyébként, nem bénázok. Négy körös? Hát, meg lesz. Nem dobja vala, nem akarja annyira dobni a seggét egyébként. Á. Jó. Live race. 206, legyen a 206. Alright. És médium. Hát biztos nem. Biztos nem ez az autó volt. Aha. Basszus. Jó, ez lesz az. Csak finoman. Ezt nem így akar, ezt így akartuk. Ne, ó, pedig fasza lett volna.
hallani már. Nagyon kicsúszik. Hogy a szarba kéne ezt bevegyem, nem vágom. Állj! Megállt. Hoppa, hoppa, hoppa. Ne! Ne, ne! Gyerünk már. Rászta! Ez utoljára azért valami csak összejött itt. Nem! Nem lettünk elsők? Hát nem. Újraindítás. Szedd vissza! Túl gyorsan mondjuk. Na már! Igazából már szarok bele a driftbe, már örülök, hogy ez a hétkörös verseny meglett. Király ez a drift is nagyon! Na most egy 600 ezreset. Ez az! Á, hagyjuk, srácok! Igen, én is úgy érzem. Össze-vissza faltól falig mentem. Ja, hagyjuk ezt már, én is úgy érzem. Ez nem volt semmi azért. Na, mennyi maradt?
7 mérkőzés? 7 meccs? Ja, 7 meccs maradt, ez simán meg lesz, az előbb is már majdnem meg volt, csak hangulódjak vissza. Az ez a 2 óra egy pályán, igen, az azért... De Gábor, de most komolyan, hát de... Láttad, hogy nem voltam azért annyira rossz. És az easy mód, az nem easy mód volt. Az nem easy mód volt. Mert ha easy mód lett volna, akkor abszolválnom kellett volna, úgy, mint mondjuk, ahogy médiumon abszolváltam. És azt az easy módot nem egyszer próbáltam meg, hát visszanézzük a streamet legalább, vagy 10-szer, 15-ször szerintem. Minimum 10-szer szerintem megpróbáltam azt a easy módot. Átmentem médiumba, ott meg simán sikerült. Itt nem szerintem az én skillemmel volt a probléma, mert médiumon simán abszolváltam. Jó, az jött, tegyük hozzá, hogy a játék és az ellenfelek az ütköztek egyszer-kétszer, de hardon is elég jól tartottam magam. Itt a nehézségi szintet nem bírták normálisan belőni a fejlesztők, ez egyértelmű számomra. Jó, én is bénáztam, szó se róla, az egyértelmű, nálam is voltak bénaságok, de nem ez volt szerintem a fő probléma a játékban. Úgyhogy úgy érzem, hogy mára szerintem eleget autókáztam. Ez bőven elég volt nekem. És még ma sem vége. Pedig ma végezni akartam ezzel. Lehet, hogy a héten nem vasárnap, hanem még korábban jövök ezzel a szarral. És befejezem. Hányszor mondtam ezt már? Az elmúlt 2-3 hétben. Legalább vagy 3-4-szer, hogy most befejezzük. Na mindegy is, még egyszer meg szeretném köszönni a... Jó. Srácok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek, itt volt, aki like volt, aki dislike volt, aki a chaten írt, köszönt, felnézett, stb. Legközelebb... Nem tudom, hogy találkozom. Szerintem még a hétköznap, talán holnap után. De pénteken mindenféleképpen jövök. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, további jó éjszakát kívánok nektek, addig is szevasztok. Csumi csumi, hello hello. Fast as a game. Gotta play it how it go. Only problem is watching out for fire.